Sziasztok! Itt lennek Michelle egy újabb videóban. És ebben a videóban egy szerelfrissítést fogunk megnézni, ami nem lesz más, mint Dorka és Solas. Bocsánat, hogyha rosszul mondom ki őket. Mind a kettő egy ősló. Szóval Dorka és Solas is ősló. A Tinkernek a modelljét kapták meg, és egészen szép színekben pompáznak, és én már elárulom nektek, hogy nekem Dorka kedvencem, Solas annyira nem tetszik, de inkább csak Dorka. De srácok, akkor rögtön meg is nézzük a szép lovacskákat, meg ugye a kisállatokat is. Na, srácok, itt is lennénk Dorkánál és Solasnál, illetve Garyval. Szevasz, Gary, vagy Gary, nekem teljesen mindegy, hogy hívnak. Én a mondó vagyok, hogy itt most előzőleg nézzük meg a kisállatokat. Akkor nézzük meg Solasnak a kisállatát. Nézzük, 400 SC, és nézzük a leírását. Mélytengeri sirály. Ez a melankolikus sirály nem fontoskodik, úgyhogy ha a hangját hallom, biztos lehet benne, hogy valami bölcsesség hagyja el a csőrét. A többi sirálytól eltérően ez a madár szívesen fogyaszt leveles zöldségeket és babféléket. Jó, akkor most ez a sirály leírása azt írja, most így nekem ez a sirály nem tetszik. Nem sikerült túlságosan jó, úgyhogy nekem nem tetszik. Íme pedig a bagoly, ami szintén 400-ba kerül, és ez nagyon tetszik nekem. A sirály se rossz, de mégiscsak a bagoly. Visz mindent. Na, nézzük. Ábrándos hajnali bagoly. Szinte fellegekben jár ez a bagoly, úgyhogy néha nehéz felhívni magadra a figyelmét. Leginkább a sűrű erdőkben és mezőkben érzi magát otthon. Na, ez őszintén jó. Nem jó? Mindegy. Akkor nézzük meg Solasnak a leírását, illetve 850 Starcoinba kerülnek, ami egészen egy jó ár. És egy jó hír az, hogy hideg török, szóval engedjétek meg, hogy elolvassam a leírását. Az ír legendák szerint a pillangók képesek átjárni az emberi világból a más világba. Jorvikon ezt a más világot Pandóriának hívják, és nem pillangók járnak át oda, hanem egy ritka, varázslatos lófajta. A pirkadat fényével ragyogó Solasról azt beszélik, hogy átjár e között és egy másik világ között egy olyan valóságba, amely Jorvikkal párhuzamosan fut. Ez olyan hely, ahol az ég rózsaszín, a szigetek lebegnek, fénylő gombák nőnek és pandaréjek lakják. Ezt a más világot a ló a Jorvik alatt mélyben rejtőző kacskaringos barlangrendszeren keresztül éri el. A rózsaszín irrealitásban töltött idő hatással volt a Solas anyagcseréjére, látszólag kifogyhatatlan energiával bír. A levegő szigetek közötti szökelléseknek köszönhetően meglepően függévé vált. Neve egy ír szóból származik, azt jelenti fényesség és világosság, amely élénk színét és személyiségét is leírja. A Solas szőrén rengeteg szem található, amelyek nagyon hasonlítanak a páva tollazatára. A jóviki mesélők ezt a páva szempillangóval hozták kapcsolatba, amely a legendák szerint átjár a világok között. A többi varázslatos lóhoz hasonlóan Jorvikon a Solas vad helyszínekkel mutatja meg igazi színét, de mágikus megjelenését
lakóterületeken elrejti. Legyen akár mágikus formájában, akár a többi ló közé elvegyülve álcázott formájában. A szolászt a hozzá leginkább emlékeztető áriskaphoz hasonlóan lehet megölni. Akkor drágálatos szolásznak ennyi lenne a leírása. Én annyit mondok, hogy ez még mindig tinker, szóval én nem nevezem áriskapnak őket. Aki igen, aki nem, annak oké. De most akkor jöjjön Dorkának a leírása. Úgyhogy mit sem mondjak, ő is 850-es célbe kerül, úgyhogy neki is kezdjünk bele az olvasásába. Az írlegendák szerint a pillogók képesek átjárni az emberi világból a más világba, jobbikon ezt a más világot Pandóriának hívják, és nem pillogók járnak át oda, hanem egy ritka varázslatos lófajta. Ctrl-C, Ctrl-V. Az éjsötét dorka a barlangok őrzőjeként ismert, ijedős fajta ritkán jön fel a felszínre, és elkerüli a rózsaszín hasadékokat a barlang talajában, nem úgy, mint lila sörényű társa. A homályos barlangok bejárása során a dorka kiváló térérzéket alakított ki, de nyitott területeken zaklatottá válhat, mivel a szűk barlangokhoz szokott. Azt mesélik, hogyha egy vándor eltéved a kanyagos barlangrendszerben, a dorka segít neki és a felszínre vezeti, de a kinti világosságot éppen hogy elkerüli. A neve egy ír szóból származik, azt jelenti sötétség és titokzatosság. Ez a féling egy is rejtélyes teremtmény. Temperamentumára utal. Dorka szőrén rengeteg szem található, amelynek nagyon hasonlítanak a páva tollazatára. A jorviki mesélők ezt a páva szem pillangóval hozták kapcsolatba, amely a legendák szerint a világok között jár. Ctrl-C, Ctrl-V. A többi varázslatos lóhoz hasonlóan Jorvikon Dorka vad helyszíneken mutatja meg igazi színét, de mágikus megjelenését lakóterületeken elrejti. Legyen akár mágikus formájában, akár a többi ló közé elvegyülve álcázott formájában, Dorkát a hozzá leginkább emlékeztető áriskaphoz hasonlóan lehet megölni. Na, akkor ugye Dorkáról és Szolászról ennyit, illetve szintén Ctrl-C, Ctrl-V. Na, hasonló, mint Telinánál és Kamposznál. Na, hát így röviden elmondva nekem ugye persze Dorka tetszik a legjobban, mert tényleg nagyon jól néz ki. Azóta se néztem meg a klubot, tehát igen, ez vagyok én. De hát srácok, akkor úgy néz. Én úgy gondolom, hogy itt lenne az idő elköszönni tőletek, mivel nem tervezek túl hosszú videót csinálni, mert így is másfél hétig szerkeszteném, úgyhogy most sajnálom, hogy ez egy ilyen rövid videó lett, pedig én csak ennyit szerettem volna összefoglalni, hogy nagyjából miről is van szó ezeknél a lovaknál, a leírásokat olvasni, illetve megnézni néhány dolgot. Köszönöm srácok, hogy itt voltatok, remélem tetszett ez a videó, és hogyha tetszett, akkor nyugodtan nyomhatok le egy lájkot, illetve hogyha nem szeretnél maradni a további érdekességekről, akkor ne felejtse feliratkozni, illetve még összefoglalom magamnak, hogy mind a kettő ló nagyon-nagyon tetszik, meg a kis eldog is, de Dorka mindent visz, úgyhogy nekem ő kéne, ha lenne rá pénzem, de mivel nincs, ezért nem veszem meg. Illetve még egyszer ne haragudjatok, hogy ilyen rövid videókkal fogok titeket ajándékozni, illetve nagyon szépen köszönöm annak az emberek, aki feliratkozott rám az utóbbi egy hónapban, ezt nagyon szépen köszönöm neki, illetve nektek is köszönök mindent, hogy kitartotok így mellettem. Sziasztok!